Eredményesek a karcagi birkózók, elballagtak az ovisok, Berecki Zétény is részt vett a matematika versenyen, a kamionforgalom elkerülheti a város központját. Jó estét kívánok! Önök a nagypontsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 4-én 18 óra 5 perckor. A KSE birkózó szakosztály edzésén Urbán Zoltán edzőtől megtudtuk, a vírushelyzet miatt nehéz volt a versenyekre való felkészülés. A Diák Egy Országos Kötött Fogású Bajnokság magyar bajnokság volt Egerben, ahol a tanítványa a fia második lett. Az országos versenyeket azokat megrendezik ugye a nagy szigorú szabályok mellett, ugye nagy beléptetés, stb. Ebbe nem szeretnék úgy belemenni szigorú szabályok mellett. És ugye a Diák Egyes országos bajnokság volt, mi csak így konyhai nyelven magyar bajnokságnak szoktuk ezt így hívni a birkózók között, és ugye az egyik tanítványom, ugye egyben a fiam is, országos bajnok második helyezést sikerült neki elérnie, nagyon szépen versenyzett, küzdött. Ilyenkor az apa és edző szétválasztása nem egyszerű feladat, vallja be a szakember, aki nem kivételezik fiával, ugyanannyit vagy még többet kell teljesíteni, mint társainak. Ez az ember mindig jobban szurkol, meg próbál még többet segíteni, vagy próbálna még többet segíteni, ugye, ez a saját gyermekéről van szó, de úgy gondolom, hogy minden gyermeknek ugyanúgy segítek. Az, hogy tudom külön rakni, az, amikor ugye munkahelyre bemegyünk, és ugye a problémákat, a munkai problémákat nem visszük haza, ugye az otthoni problémákat viszont nem visszük be a munkahelyre, ezt ugyanígy kell kezelni, és ezt hála jó Istennek nagyon jól tudjuk kezelni, úgy gondolom a Zolikával. Az egri versenyen Jászberényi Szolnoki induló is volt a 300 között. A karcagiak három fővel indultak a bajnokságon. Voltak még a megyénkből is, jászberényiek, szolnokiak, összesen több mint 300 versenyző volt. Ez Diák Egyes kötött fogású magyar bajnokság volt, illetve leány diák országos bajnokság is egyben. És több mint 300 induló közül mink hárman voltunk a versenyen, három fővel tudtunk elindulni. Egy fő, Gál Milán, ő diák kettes korosztályú, de utolsó éves, ezért egy korcsoport a szülői engedéllyel följebb birkózhatott. Ő nagyon, ő is ügyesen birkózott, nagyon helytállt, és sajnos neki nem sikerült a győzelem, igen. De viszont kétszer birkózott, és nagyon tényleg ahhoz képest, hogy két évvel idősebbekkel birkózott, én úgy gondolom, hogy helytállt. Illetve Péter Bence és ugye Urbán Zoltán, ők saját korcsoportjukban, és 85 kilóba birkóztam. Péteri Bence birkózott a Urbán Zoltánnal, a fiammal a döntőbe jutásért, és a fiam őt megvette, ezért Péteri Bence a harmadik helye birkózhatott, Zolika pedig a döntőbe, ugye hát sajnos vereséget szenvedett. Kánagy Gábor, egykori karcagi birkózó segíti az edzéseket Urbán Zoltánnak, aki 2-3 gyermekben lát tehetséget, akik a következő versenyeken érmesek lehetnek. Jöttek gyerekek, voltak edzőpartnerek, nem voltak gyerekek, alig voltunk, utána hirtelen sokan lettünk, de aki rendszeresen edzett, ugye, és jöttek a régi sportolók, ugye azok edzetlenek voltak, tehát felkészülés is nagyon nehéz volt. Hála Istennek úgy néz ki, hogy jó úton haladunk. Folytatjuk ezt az utat, és nagyon bízom benne, hogy további eredményeket fogunk produkálni. Vannak régi birkózók, felnőttek, akik itt, hogy engedjenek, hogy Kánagy Gábort megnevezzem. Ő egy régi birkózó társam volt gyermekkoromban, és ő beáll az edzésekbe, végigcsinálja ugyanúgy, mint a gyermekek az edzést, tehát ahhoz képest, hogy 30x-ennyi mennyi idős, ahhoz képest... Igen, segíti mind a fiataloknak a munkáját, mind az én munkámat, hisz mikor vannak 7-8 páros, az egyszerre hirtelen sok, és én sem tudok odafigyelni úgymond mindenkire, és igen, ő segíti a munkámat. Én úgy gondolom, hogy van 2-3, még meg merem kockáztatni, hogy 4 gyermeket is, aki
az elkövetkező versenyeken érem fog hazatérni, és nem olyan régen birkózik, ez egy év. Egy év a birkózásban nem olyan hosszú idő, de én úgy gondolom, hogy sikerült neki olyan dolgokat elsajátítani, ami által ő éremmel fog hazatérni. Saját korcsoportjában birkózott Péter Bence és Urbán Zoltán. 4 évvel ezelőtt kezdtem el sportolni, és apukám mondta, hogy régebben ő birkózott, és én rákaptam az ízére. Régebben egyébként nem jártam sokáig, de aztán rákaptam az ízére, és mentem. És a sport mit adott számodra? Erőt, technikát, ízben ott kell lenni, és szép eredményeket. Na, akkor beszéljünk ezekről a szép eredményekről, hiszen úgy tudom, hogy Egerben egy nagyon szép eredményt értél el. Mi volt ez pontosan? Egy országos bajnokság, 2. helyezett lettem. 7-en voltunk a súlycsoportban. Te most melyik súlycsoportban játszol? 85 kiló. És diák 1. Ez volt az első ilyen nagy versenyed, vagy azért már volt több? Ez az első ilyen nagy versenyem. Izgultál? Tehát most itt mögötted zajlik az edzés, amikor fölmész egy versenyen a szőnyegre, hogy hangolódsz rá a versenyre? Amikor elmegyünk versenyen, mindig félek, de amikor az első meccsem lemegy, utána már nem. Utána már benne van ez a birkózó szellem, hogy igenis nyerni szeretnék. Na akkor mesélj erről az egri versenyről. Amikor fölmentél a szőnyegre, megláttad az ellenfeled, mi történt? Elkezdődött a meccs, és én eldobtam egy váldobást, és betusoltam. Ennyi? Tehát az egy-két perc volt? Igen, ennyi volt. És minek tudható be ez a gyors siker? Hogy rám szaladt. Én meg eldobtam. Úgy nyúlt fel, és én eldobtam. Tehát akkor gyorsan átláttad, előre gondolkodtál? Igen, eleinte úgy akartam volna, hogy eldobom, de rájöttem, hogy gondolkodni kell egy kicsit, és eldobtam utána. Mi a legnehezebb egy edzésben? Itt azért látjuk, hogy mögöttünk itt mi mindent csinálnak a többiek. Mi a legnehezebb része? A bemelegítés, meg a birkózás. A bemelegítés azért nagyon fontos, hogy meg ne sérüljél. Így van, nagyon fontos. Nyakam meghúzódik, ez nagyon fáj, lábam meghúzódik, meghúzódott a lábam, kezem, minden. Ha nem bemelegítem, jól. Itt Egerben volt olyan versenyző, akivel már korábban is vívtál csatát, és mondjuk akkor ő győzött, és most te őt győzted le? Volt. Egy csepeli. És ez milyen érzés volt? Hát jó volt vele birkózni, de kikaptam tőle, de megpróbálom majd később megverni. Tehát ez erőt ad? Ez erőt ad. Amikor először kikaptál, voltak könnyek, volt sírás? Nem nagyon volt, de azért volt egy kicsi, de nem nagyon. És ilyenkor a apa, aki egyben az edződ is, mit mondott? Hogy... Talpra kell állni? Így van, talpra kell állni. Semmi baj, legközelebb is lesz verseny. Még lesz meccsem is. Oda kell tennem magamat is, és nyerjek. És amikor most ott szólítottak a díjátvételen, az milyen érzés volt a dobogóra fölállni? Nagyon jó érzés volt. Életemben első nagy versenyem, 2. helyen végeztem. Nagyon jó érzés volt. Sokat készültél rá? Elég sokat készültem rá, mert már sokat készültem rá. Június 12-én Kiskunfélegyházán versenyeznek legközelebb a karcagi birkózók. Az edző köszöni Szepesi Tibor polgármester és Kuruc István támogatását. A Karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics körút 19 óvodája süni csoportosai pénteken tartották évzáró ünnepségüket, itt ballagtak az ősszel iskolába menő óvodások is. A járványügyi előírások betartása mellett az udvaron rendezett ünnepségen már a szülők is jelen lehettek. Az óvodai évet Kunné Nánási Mónika, általános intézményvezető helyettes, tagóvodavezető zárta be, majd a süni csoportosok adtak műsort szüleiknek. Az évzáró után kezdődő ballagáson pedig átbújtak jelképesen egy óvodakapu alatt. Megkapták Gyulainé Nagy Zsuzsanna, Seresné Bődi Viktória, Kovácsné Vadai Viktória óvodapedagógusoktól és Mándoki Ferencné Dajkától süni csoportosi jelüket és az útra bocsájtó kis ballagó tarisznyájukat, benne az óvoda fotójával, egy kis homokkal és pereccel.
Berecki Zétény ugyanolyan jó matekos, mint a testvére. A matekot azért szereti, mert sok dolog van benne, amire a saját tehetségét, okosságát használhatja. A versenyre sokat készült, édesanyjával otthon gyakorolt. Azért, mert sok dolog van benne, amire a saját tehetségemet, okosságomat használhatom. Melyik része tetszik legjobban? Hát nagyjából az ilyen műveletek, hogy le van írva, és le kell írni számmal, és ki kell számolni. Sokat készültél erre a versenyre? Hát azért igen. És ilyenkor anyával gyakoroltál otthon, vagy tanítónénivel? Hát otthon anyával szoktam, de amikor van az ilyen nehéz feladatlap, amit nem értek, olyan rész, abban szokott segíteni az anyukám. A matek mellett az informatika, az úszás a kedvence, de olvasni is szeret. Tanulás után futni, teniszezni szokott. Hát még van az informatika, az úszás, ami már nincsen a vírus miatt, meg még a tesi. És mondjuk könyveket olvasol otthon, meséskönyvet vagy kötelezőt? Hát szoktam. És egyébként sportolsz, hogy most nincs úszás, mit sportolsz helyette? Hát azért szoktam futni, szoktam teniszezni néha. Ez volt az első ilyen nagy versenye. Nagyon örült a szép eredménynek. Nem csak turisztikai beruházások, hanem egyre több útfelújítás, útépítés, munkahelyteremtő beruházás történik térségünkben is. Az M4-es városunkat érintő, térséget érintő szakaszáról kérdeztük F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőt. Az előttünk álló időszakban mi várható, melyek várhatóak még nem csak Karcagon, hanem a környezetünkben? Ami legfontosabb, és én azt gondoltam, hogy ez mindig csak egy álom. Jövő februárban át fogják adni a 4-es utat Törökszent Miklós nyugatig. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy 35 kilométerre Karcagtól már elérhető a 4-sávos 4-es út. Ez, aki Budapestre megy és a 4-esen megy, már érzi annak az előnyét, hogy mennyivel jobb a 4-esen menni Budapestre, tehát a 4-sávos részen. Ez most már Törökszent Miklósi elkerülőtől jövő februárban, akkor leteszik az alapkövet, és akkor jön Karcag felé ez a 4-sávos 4-es. És hát amikor el fogja kerülni Karcagot délről közelebb a városhoz, mint az eredeti terv, akkor meg fog épülni a Karcagot keletről elkerülő út is, tehát a 4-es és a nagyjából a Kuhegyesi út, ott a Kátisz magasságába fog becsatlakozni az út, tehát az a kamionforgalom, az a teherautóforgalom nem fog a város főterén, a Madarasi úton, a Kálvin úton, a Püspökladányi úton keresztül menni, és én azt gondolom, hogy egy nagyon szép, csendes városközpontja lesz Karcagnak, mint amilyet mindig is szeretünk. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!